Nagyon sokféle eset van, és ezért tűnik bonyolultnak, de ezt majd mindjárt leegyszerűsítem. Az első kavarodás az mindjárt az szokott lenni, hogy megkérdezik, hogy most felújítok, és meg kell-e felelnem a közel nulla energiaigény követelményeinek. Ez egy nagyon gyakori kérdés, a válasz nem. Nem kell megfelelni, nem kötelező, de önkéntes alapon meg lehet felelni felújításnál is. Tehát az új épület közel nulla energiaigény, felújítás, költségoptimalizált szint. A költségoptimalizáltnál viszont belekerül annyi bonyolulom, hogy ha az épület felújítása nem jelentős felújítás, illetve bővítése nem jelentős bővítés, akkor enyhébb követelmények vonatkoznak rá, mint jelentős felújításra és jelentős bővítésre. Itt engedjék meg, hogy definiáljam a jelentős felújítást. Az azt jelenti, hogy a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érintő felújítás, illetve ez alól kivételt képez néhány pontban, hogyha földszintes épületnek csak a födémét, vagy csak a pince födémét hőszigeteljük. A jelentős bővítést azt én szeretném ebben az előadásban bevezetni, ez nem szerepel a rendeletben, de ez nagyban megkönnyíti a hivatkozást az esetre, ami azt jelenti, hogy meglévő épület olyan bővítése, ahol a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át. Tehát ezt a hosszú mondatot fogom az előadásban azzal helyettesíteni, hogy jelentős bővítés. Tehát itt valójában megint örülhetünk, hogy milyen jó, hogyha csak egy kis felújítást csinálunk, akkor nem kell a nagy javaslatcsomagot betartani, hanem kis felújításnál enyhébb követelmények vannak, a nagyobb felújításnál pedig bonyolultabb követelmények. Ezt, hogyha így egy ábrával kéne leegyszerűsítenem, akkor azt kell megjegyezni, hogy az egyszerűbb beavatkozásoknál 2 követelményt kell teljesíteni, a bonyolultabbaknál pedig 5-öt.